Ezeken a településeken lemondás, feloszlás és összeférhetetlenség miatt vált szükségessé az időközi választás, de a koronavírus járvány miatt két éve nem lehetett megrendezni. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján nyírkércsen százszázalékos magabiztos győzelmet aratott Rostás János Tibor, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje. Bíró Miklós Darnón Kertész Zoltán pedig anarcson a szavazatok több mint két harmadát gyűjtötték be, mindketten független jelöltként indultak. Szorosabb versenyben lett az ugyancsak független jelölt Maximovics György pap polgármestere, mintegy 50,78 százalékkal, Búzás Jánosné pedig Nyírpilis polgármestere 47,4%-kal, szintén függetlenként. Ezeken a helyeken néhány szavazat különbség döntött. Emellett Anarcson, Nyírkércsen és Papon a képviselőtestületet is újra kellett választani. Nyíregyházán két választókerületben tartottak időközi választást. Az egyes egyéni választókörzetben Halkó né dr. Rudolf Éva a szavazatok 74,57 százalékával, a hármas számú körzetben pedig dr. Ulrich Attila 76,1 kal jutott be a közgyűlésbe, mindketten a Fidesz-KDNP színeiben. A következő vasárnap, július 3-án folytatódnak az időközi választások. Császló, Pátroha, Szamosújlak és Szamostatár falu is új polgármestert választ.